50 évre titkosították a külügyi bizottság zárt ülésén elhangzott információkat az orosz-ukrán háború kapcsán. Az ülésen Orbán Viktort szerették volna meghallgatni a képviselők, a kormányfő azonban nem volt jelen. Vendégünk Mesterházi Attila. MSZP-s képviselő, a NATO parlamenti közgyűlésének alelnöke és a külügyi bizottság tagja is, mert ugye ma üléseztek. Jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Hát én már mondtam a nézőknek, meg az előbb a kolléganőmet is hallották, hogy 50 évre szokás szerint titkosították, ami ott elhangzott. Mi az, amit tudhatunk és el tud mondani? Azért ez a szám még nálunk is egy kirívó szám, tehát nem is emlékszem, hogy lett volna olyan zárt ülésünk, ahol 50 évre titkosítottak volna bármit, és nem nyilvános, hanem konkrétan titkossá minősítették. Tehát én azt gondolom, hogy hárman voltak jelen ezen az ülésen, a külügyminisztérium államtitkára és két biztonsági szolgált vezetője, az egyik az információs hivatal főigazgatója, a másik meg katonai nemzetbiztonsági szolgálat vezetője. Egyébként a két szakember egy nagyon korrekt, jó értelme vetten semleges, tehát egy szakmai értékelést adott a helyzetről. Államtitkár úr is próbált a keretein belül korrekten válaszokat adni a kérdésekre. Ezek, tudom, hogy nem mondja, hogy nyilván nem mondhatja, hogy milyen információk, de miről azt elmondhatja? Tehát a teljes háborúról, tehát az, hogy hogyan kezdődött, mit látnak most, miket várnak, milyen hírszerzési információink vannak arról, hogy mi az, ami a következő napokban várható, hogyan értékelik a különböző csapatmozgásokat. Tehát egy nagyon széleskörű és részletes tájékoztatást adtak a szakemberek erről a kérdésről. Azt el tudja árulni, Buda Péter itt volt az előbb, nemzetbiztonsági elemző, és mondott egy új információt, illetve a tudósítónk is, hogy ma megpróbálták kiiktatni Zelenszkijt, nem sikerült ez az akció, ez egyelőre egy friss hír volt, ezt a Jászberényi Sándor az imént mondta el. Buda Péter pedig azt mondja, hogy erre játszik Putyin, és azért nem rohanta le szőnyegbombázással Kijevet, hogy arra vár, hogy kiiktassák. Volt-e hasonló információ, vagy volt olyan új információ, amit mi nem tudunk? Nem... Abban vagyok könnyebb helyzetben, hogy ez nem csak a bizottság ülésről szerzek információkat, tehát van olyan rész, amit ezért el is mondhatok. Én azt gondolom, ez nem az első alkalom volt, hogy kísérletet tettek erre. Ugye régebben a csecsenekről volt szó, akik ugye mentek és megpróbálkoztak ezzel, őket kiiktatták a teljes csecsen tábort, már akik oda mentek, egységet. Illetve például az én NATO parlamentben levő ukrán kollégáim is rajta vannak azon a listán, akiket el akar fogni az orosz hadsereg, hiszen van egy olyan lista, ami azokat a személyeket úgymond listázza, akik ezt az euroatlanti törekvését az országnak támogatják politikusként. Egyébként az én kollégáim ott konkrétan fegyverrel harcolnak, a hölgyek is egyébként, tehát nem csak a férfiak a delegációban, tehát egy nagyon bátor kiállást tesznek ők is személyesen, és nagyon konkrét formában az országukért. Legutóbb éppen tegnap délután beszéltem velük, úgyhogy ők is azt várják, hogy a következő napok azok sorsfordítók lesznek egészen biztosan. No, ugye Orbán Viktor miniszterelnököt is meg akarták ma hallgatni, a Fidesz ezt leszavazta, tehát nem volt ott. Mit szerettek volna kérdezni Orbán Viktortól? Hát kíváncsi, ez a kezdeményezés több héttel ezelőtt volt, akkor ugye mi még úgy szándékoltuk, hogy... Ez a találkozó miatt volt akkor. A találkozó után rögtön nem sokára azt mondtuk, hogy azért kialakult egy olyan helyzet, akkor még nem voltak ennyire súlyos cselekmények, ami miatt úgy gondoltuk, hogy a pártpolitikát érdemes lenne ebből egy picit kiszorítani, és őszintén beszélni a helyzetről, mire kell Magyarországnak készülnie. Ez akkor nem valósult meg, mostanra meg már nagyon sok mindenen túl vagyunk, ettől függetlenül a mai bizottságülés szerintem a számunkra egészen biztosan hasznos volt, és valóban azt szerettük volna, hogy a miniszterelnök is jöjjön el, és számoljon be arról, amiről tárgyalt Putyinnal. Akkor most azt mondták nekünk, hogy nem szokott a miniszterelnök ilyen bizottságülésekre járni. Én értem, de háború se szokott lenni a szomszédunkban, hál' Istennek, minden nap. Tehát szerintem megérte volna, vagy ez az alkalom megérdemelte volna az, hogy a miniszterelnök is részt vegyen, de nem véletlen, én azt gondolom, hogy az Orbán miért nem akar ebbe mélyebben elmerülni, hiszen látható módon azokat az intézkedéseket a kormány támogatja, amiket nem tud tulajdonképpen kikerülni. Tehát ami olyan politikai öngyilkosságot jelentene a számukra, amit természetesen nem akarnak elkövetni, de semmilyen plusz szimbolikus vagy konkrét lépésben nem partnerek, hiszen megvan Putyinnal egy ideológiai stratégiai szövetsége is Orbánnak, itt most az illiberális állam, az autokratikus berendezkedés és sok minden más. Ezt gondolja, hogy ezen ott a találkozón megegyeztek, tehát mondjuk a mostani fejlemények fényében másként látja ön azt a bizonyos Orbán-Putyin találkozót. Ugye akkor, amikor találkoztak, beszéltünk talán a Vox műsorból, beszéltünk is, hogy vajon miért ment ki, miért pont a háború előtt, azóta felvetődött sok kérdés.
kérdés, hogy vajon mit kér cserébe a támogatásért, ha Ukrajnát lerohanja. Szóval sok kérdés van ezzel kapcsolatban, tudni biztosat nem tudunk, de akkor mit gyanít? Hát én úgy látom, hogy innét visszatekintve még egyértelműbb, hogy Orbán se tartja túl sok mindenre Putyin, hiszen hazudott Orbánnak akkor, hiszen akkor már egy évvel ezelőtt tudnia kellett, hogy ő mire készül. Amikor a magyar miniszterelnök tárgyalt vele, akkor meg pláne már tudta, hogy milyen katonai lépésekre készült, tehát magyarul őt is átverte, meg természetesen ebben a többi Európai Uniós államvezetőt is, a francia elnököt is, és a német kancellárt is természetesen, tehát ez a speciális viszony úgy látszik, hogy elég egyoldalú, tehát a kutya ugathatja a holdat, de a hold az ugye nem foglalkozik a kutyával, tehát ilyen értelemben én úgy látom, hogy ez a nagyon erős Moszkva barát szövetség, ami nem csak gazdasági, pragmatikus, kereskedelmi kapcsolatot jelent, hanem egy ideológiai, politikai szövetséget is a jelentett az elmúlt időszakban. Jelentett, ugye most múlt időben mondta, azt akartam kérdezni, hogy nem szakadt ez meg. Ugye uniós csatlakozását támogatja a kormány Ukrajnának, megszavazta az unióban a fegyverek, hogy az unió fegyvereket szállítson Ukrajnának, és a Kreml ma kiadott egy közleményt vagy nyilatkozatot, hogy Magyarország is ellenséges állam most már, ami ilyesmi van, mert nem pontosan idézem. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy szerintem azokat a döntéseket hozza meg az Orbán kormány, amiket nem tud elkerülni, és én szerintem ez egy bizonyos szempontból kármentés, hiszen ez a mostani helyzet ez teljesen világosan mutatja azt, hogy ez a keleti politika, tehát a keleti nyitás a külügyminisztériumban, meg amiket az Orbán szokott mondani neki Moszkvára, Bonnra és Sztambulra kell, ugye, hogy ő szokta mondani, figyelni, és akkor ő ebben nagyon okosan, mint a zsivány székely, ellavírozik a nagyhatalmak között, és az értékalapú külpolitika csak az ostoba országoknak lett kitalálva az okos országok részéről. Ez úgy látszik, hogy ez összeomlott, és szerintem most megy egy ilyen utólagos krízis kommunikáció, amihez az kell, hogy minden egyes NATO döntés és minden egyes Európai Uniós döntést megszavazzon Magyarország. De akkor ezen kívül mit hiányol? Mert azt mondja, hogy azt, amit muszáj volt, meg ami nagyon átlátszó lenne, de akkor tudja, amit 2008-ban Orbán mondott a Grúzia-Georgia megtámadása kapcsán. Amikor azt mondta, hogy az agressziót agressziónak kell hívni, a nyugatot sürgette, hogy nem kell kifogásokat, meg felmentéseket találni az orosz agresszióra, hanem igenis határozottan fel kell lépni. Most egy Magyar Nemzetcikkben is egyébként ezt akkoriban egy konferenciáról való tudósításban megírta ez a lap, sőt a YouTube-on is elérhető ez a felvétel, ahol nem én mondom, hanem hogy már egy korábbi műsorokban is mondtam, mindenki megnézheti saját maga. Igen, de hát a kormány itt a kárpátaljai magyarokra hivatkozik, hogy azért nem enged fegyvereket a határokon át, mert veszélyben lennének. De hát ugye most derült ki, hogy Oroszország bennünket ugye akkor ezek szerint érintett államnak tekint, vagy ellenséges államnak tekint. Hát nem az a nagy kérdés, hogy átmegy az országon egy valamilyen szállítmány. A legfőbb kérdés az, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy valahova a fegyvereket szállítsanak. Ezt Magyarország megtette. És én azt gondolom, hogy a határon túli magyarok biztonsága szempontjából talán azért az sem mindegy, hogy hányszor mond a miniszterelnök nemet bizonyos kérésekre, amiket az ukrán fél fogalmaz meg. Az, hogy innét nem mehet oda szállítmány, az például érdekes, hogy korábban nem zavarta Orbánt, amikor Szerbiába szállítottak orosz fegyvereket, pedig akkor szankció alatt volt az Európai Unió részéről az oroszokkal való üzletelés. Tehát nem, volt olyan ország, azt hiszem Románia, amelyik nem is engedte át a különböző konvojokat az országán. Magyarország akkor nagyon megértő volt Oroszországgal. Most hirtelen ebben megváltozott a pozíció. Szerintem valahogy még mindig próbálja a miniszterelnök egy kicsit a különállását jelezni. Ez szerintem életveszélyes, és pont a határon túli magyarok okán nagyon veszélyes ez a politika, és mi pont ezért hiányoljuk a szimbolikus lépéseket is. Látható módon nagyon sok konkrét lépés zajlik most, és van nagyon sok konkréttól elvonatkoztatott, szimbolikus, kicsit elvontabb lépés. Lejárt az időnk, egy igen vagy egy nemre van idő. A Márki-Zay Péter azt mondja, hogy ha a NATO kérné, akkor vinne fegyvereket. Ő most egy picit, mint a más állásponton lenne. Nem volt ilyen kérés a NATO-tól, akkor olyan kérdése nem szoktunk válaszolni, amit nem tesznek föl a politikába. Ilyen kérdés nem fogalmazott meg. Tehát fegyvereket olyan értelemben a NATO segíti ezeket az országok, Ukrajnát, de ezt alapvetően bilaterális módon teszi. Az Európai Unió döntött egy 500 milliós keretről, és ami nagyon fontos, hogy a NATO-ba tessék megérteni, nem születik olyan döntés, amiben a magyar kormánynak nincs ott az igen szavazata. Tehát bármilyen felvetés van, ez nem úgy működik, hogy a NATO azt kéri tőlünk. Ez csak úgy tud működni, hogy a NATO-ban megbeszélik, és ha valami döntés születik, abban a magyar
kormánynak az igen vagy nem szavazata is ugyanúgy bent van. Tehát olyan kérdésekre nem érdemes választ adni, amiket nem tesznek föl nekünk. Képviselő úr, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.